Zöld energia, ma még kitölthető a konzultáció. Balaton, a hétvégi jó idő sokakat vonzott a tóhoz. Csókos asszony, új bemutató a Csiky Gergely Színházban. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Ma még ki lehet tölteni a közös ügyünk a zöld energia elnevezésű konzultációt. A kormány 13 fontos kérdésben várja a véleményeket a napelemektől a rezsicsökkentésen át az elektromobilitásig. A konzultációt Siófokon is népszerűsítették a hétvégén. Ezekre a tettükre raktunk fel 98 kilowattot, és az elmúlt évben pedig a másik ingatlanra pedig 50 kilowattot. Ez a siófoki barkács és fémtermékekkel foglalkozó cég már 10 évvel ezelőtt megkezdte az energiahatékony üzemelést. A telepített napelemek mellett a nyílászárókat is kicserélték, és több épületüket is szigetelték. A környezettudatosság egyrészt, másik a társadalmi felelősség tudat segített bennünket már régóta. Körülbelül 10-15 évvel ezelőtt kezdtük először a telepítéseket, és a saját telephelyünknek a áramellátásának a biztosításában először egy 98 kW-os, később egy 50-60 kW-ot, tehát most már több mint 150 kW napenergiánk van. Az első fázisban körülbelül 1/5-re, és a második fázisban 1/6-ra csökkent a villanyszámlánk. A kormány most 13 fontos kérdésben várja a véleményeket a napelemektől a rezsicsökkentésen át az elektromobilitásig. A konzultációt Siófokon is népszerűsítették a hétvégén. A célunk nem más ebben a kérdéskörben, mint a zöld energiának a hatékony megtermelése, előállítása, és nem csak a megtermelés fontos, hanem hogy ezt a zöld energiát, amit előállítunk, megújuló energiaforrások révén, ezt hatékonyan tudjuk tárolni is. Aki ezt az ádász harcot és küzdelmet, ami világviszonylatban a nemzetgazdaságok között ebben a tekintetben zajlik, meg tudja valósítani, az megnyeri magának a jövőt. Akinek ez nem sikerül, az nyugodtan mondhatjuk, hogy lemarad, sőt a vesztese lesz ennek a küzdelemnek. Ezért is van az, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt Magyarország kormánya útjára indított egy olyan online petíciót, amelynek a közös ügyünk a zöld energia címet választotta. A zöld energia a magyar gazdaság jövője a háztartásokban, a közlekedésekben és az iparban egyaránt. Erről is beszélt Siófokon a HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT igazgatósági elnöke Siófokon. A szakember hozzátette, a kérdőívet egyébként már több mint 50 ezeren töltötték ki. A hetet azt úgy zártuk, hogy már az 50 ezer főt elérte, ami ugye arra tekintette, hogy ez egy kizárólag online térben folyó konzultáció, tehát sem olyan papíros hirdetés, vagy éppenséggel, amit eddig megszoktak a konzultációk során, ugye levélben történő kiküldésre nem került sor. Tehát ez azért egy nagy sikernek tekinthető, hiszen ugye ez elsősorban ugye internetes felületen kitölthető konzultáció. Ami szintén egy jó hír, hogy ugye azt gondolom, hogy ez egy olyan tematizált, és ahogy látjuk ugye a kitöltőknek ugye a regisztrálásából, hogy nagyon sokan meg is adták az e-mail címüket, tehát hogy tulajdonképpen ez lehetőséget ad arra, hogy egy folyamatos kommunikáció kialakulhasson azokkal, akik ugye kitöltötték. Így valóban ennek nem csak egy pillanatnyi helyzetképet, hanem akár egy folyamatos együtt gondolkodást, egy párbeszédet tud majd indítani a jövőben. A kérdőívet ma még ki lehet tölteni a www.zöldenergia.kormány.hu oldalon. A Napenergia Plus program folytatása mellett még az idén pályázatot írnak ki azok számára, akik a korábbi elszámolás mellett telepítettek napelemet, ám kiestek a 10 éves szaldós időszakból, jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Mandinernek adott interjúban. A miniszter hozzátette, az ebbe a körbe tartozóknak is lehetőségük lesz támogatással energiatárolót beszerezni, így ők is félre tudják tenni, hatékonyabban használhatják fel az általuk megtermelt áramot. A Napenergia Plus programban már több mint 28 ezeren előregisztráltak, mostanáig több mint 15 ezer támogatási kérelem érkezett be a napelem és az ehhez tartozó zöld energiatároló egység, azaz az akkumulátor telepítésére. Hétfőtől lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia Plus programra, amely az Európai Szociális Alap Plus társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plus keretében valósul meg, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A tervezetten közel 200 milliárd forintból megvalósuló program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték. A programba belépők személyre szabott segítséget kapnak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. A segítségnyújtás első szakaszában foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, egyéni csoportos tanácsadások formájában történik a fiatalok segítése, amelynek során ifjúsági tanácsadó munkatársak segítenek a fiataloknak saját egyéni tervet kialakítani a továbblépés irányába. Ezt követően a programban 2024 április folyamán elérhetővé válnak a következő támogatások. Bértámogatás, lakhatási vagy utazási támogatás nyilvántartott álláskereső részére. Májustól a célcsoport képzéséhez is támogatást biztosítanak a program keretében. Sikeres volt az újabb próbaemelés a Köröshegyi Völgyhídon. A szakemberek azt vizsgálták, hogy az elmúlt évek használata után milyen állapotban vannak a híd szerkezetét tartó úgynevezett csaruk. Köröshegyről Szűcs Anett tudósított. A Köröshegyi Völgyhíd életében ezek az első ilyen jellegű mérések. A szakemberek pedig az ellenőrzésekkel arra kíváncsiak, hogy melyik úgynevezett sarukat kell cserélni az építményen. Az elhasználódott sarukat a tervezés és gyártás után, amelyre várhatóan szeptember elején kerül majd sor, egy újabb emelés során cserélik majd ki ezeket. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től megtudtuk, hogy a munkálatok során nyert adatok és tapasztalatok hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a jövőbeni karbantartások még hatékonyabban történhessenek meg. A szakemberek ugyanakkor felhívják arra is a figyelmet, hogy a Völgyhíd teljesen biztonságos. Rekordközeli hőmérséklet várta a Balatonhoz érkező turistákat a hétvégén. Sokan választották Siófokot kikapcsolódásként. A legtöbben a parton töltötték a szombatot. A vendéglátóhelyek is örültek a jó időnek, hiszen szezon közeli forgalmat bonyolítottak. Egymás után érkeztek a turisták a siófoki kikötőbe szombaton. Volt, aki Győrből utazott a magyar tengerhez kikapcsolódni. Nagyon örülünk a jó időnek, egy kicsit lejöttünk a családdal így pihenni. Voltak, akik kerékpára pattantak, amíg mások inkább a hajózást választották. A CER család legfiatalabb tagjai is az utóbbi mellett döntöttek. Menjünk a kalózhajóval, meg itt leszünk kicsit Siófokon is. A jó időnek a gyerekek is örültek. Tökéletes, és már vártuk ezt a Judit. Farkas Tiborné a kisunokájával és a gyerekeivel töltötte a napot a Balatonparton. A pihenés mellett megetették a hattyúkat is. Ennél jobbat nem is tudtunk volna kitalálni most. Jöttünk anyáékkal, ők dolgoznak, mi meg pesztrálkodunk és nézzük a hattyúkat. Megmutatod, hol vannak a hattyúk, Mesi? Ott? Igen? Nagy volt a sürgés a konyhán ebben a siófoki halsütőben is. A nyárias időjárás miatt sokkal nagyobb volt a forgalom a megszokottnál. Nagyon örülünk ennek a jó időnek. A hétköznapok azok nem olyan erősek, viszont tavaszhoz képest a hétvégék azok nagyon erősek, majdnem, hogy mondhatni, hogy mint egy szezonos forgalom, úgyhogy nagyon örülünk neki. Akkor a nyárias időjárás ezen a héten kevésbé lesz jellemző, átlagosan 10 fokkal mérhetünk majd kevesebbet. Szerdától literenként bruttó 2 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára. A gázolaj ára most nem változik, írja holtankoljak.hu. A hét közepén így a hazai kutakon a benzin átlagára 643 forint per liter, a gázolajé 653 forint per liter lesz. 9 tűzeset mellett 8 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat hétvégén. A hét utolsó munkanapján főként tűzesetekhez kellett vonulniuk az egységeknek. Egy bajba került kutya mentéséhez vonultak szombaton a kaposvári hivatásos tűzoltók. Az állat feje beszorult egy Radnóti Miklós utcai lakóház kerítésébe. A tűzoltóknak sikerült sérülések nélkül kiszabadítani az állatot a fémkerítés elemek közül. Bejelzett a szénmonoxid érzékelő vasárnap délután egy kaposvári lakás fürdőszobájában a léva közben. A városhivatásos tűzoltói méréseket végeztek a lakásban, a műszerek pedig kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. Az eset során személyi sérülés nem történt. Tamási külterületén mintegy 5 hektáron égett a nádas, amelynek oltásához a siófoki hivatásos tűzoltókat is riasztották.
Vonulás közben azonban egy újabb segélykérő hívás érkezett. Tamási Rákóczi utcájában kigyulladt egy személyautó. A lángok a motortérből csaptak fel, majd rövid idő alatt átterjedtek az utastérre. A sofőr épségben elhagyta a járművet, a siófoki egység pedig két vízsugárral elfojtotta a tüzet. Szerelem, bonyodalom és sok melódia. Három felvonásos operettet állított színpadra a Csiky Gergely Színház. Czerkovics Béla Csókos asszony című darabja az 1920-as évek budapesti életét mutatja be. Az 1920-as évek József városába és azon belül is egy lakóközösség életébe repíti vissza a nézőket a Csiky Gergely Színház új előadása, a Csókos asszony. A történet főszereplője a feltörekvő színész tehetség Pünkösdi Kató. Egy talált gyerek, és egy itt a Nagy Templom utcában találják meg, és a házban lakók nevelik fel, akiből színi növendék lesz, és úgy kezdődik a darab, hogy egy nagyon sikeres darabban vett részt, és ő is nagyon jól szerepelt, és van egy szerelme, aki nagyon szereti őt, viszont ő művész, és elég csapodár életet él, és de hogy ez mégis összeköti őket egy hatalmas szerelem, viszont az hiányzik Katóból, hogy tényleg egy ilyen igazi nő legyen, egy nagyon-nagyon kedves, nagyon szerény, szerethető, de a darab végén, vagy így az alakulása az ő személyiségének az, hogy válik igazi nővé. Kató csapodár szerelmét Dorosmai Pistát Kis Arizalán alakítja. Maga ez a szerelmes hős, hedonista karaktert kellett egy kicsit megfogni, úgyhogy aláhúzom az ő igazságtartalmát ebben. Aztán nyilván ez mindig a harmadik felvonásra minden operetben megvan a happy end, de az odavezető út meg mindig egy kicsit rögös, és egy kicsit eltávolodnak. De ez a józsefvárosi millió, ez azért, hát ezen van mit megjeleníteni, na, szóval azért ezt lehet festegetni így a színpadon, hogy milyen kis hangulatok uralkodnak ezekkel a karakterekkel egy ilyen udvarban. Szerelem, bonyodalom, összetört szívek és összetört álmok. Klasszikus és jól bevált recept az, ami megjelenik Czerkovics Béla operettjében. Nagyon jó eleve az alapszituáció, hiszen nem ismeretlen azért az operettek világában a különböző társadalmi csoportok keveredése. Ezt más operetben is látható, de itt egész szépen kirajzolódik ez a józsefvárosi közeg, amikor egy palotába betéved, az nagyon hangulatos és természetesen a közönség számára is nagyon szórakoztató helyzet, amikor akkor tud szolgálni. Én számomra az volt nagyon fontos, és ami nagyon tetszett ebben az előadásban, hogy mindemellett ezek nagyon emberi karakterek, mindegyik nagyon határozott és tudatos céllal, és rengeteg álommal és vágyjal. Mindemellett ehhez a korhoz, amiben játszódik, 1927-es évre tettük mi egy momentum miatt az előadásban konkrétan a dátumot, az elegancia. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindeközben természetesen, amit én kértem és szerettem volna kérni a színészektől, és amiben egyet is értettünk, egy nagyon jó ízű és modern színjátszással lehet párosítani ezt a fajta eleganciát. Az előadásban közismert dalok is felcsendülnek. Ahogy a korábbi darabban, a Riviera vadorzóiban, úgy a Csókos asszony produkcióban is élő zene szól. Több mint 20-an vagyunk lent itt a zárokban, gyakorlatilag szinte minden hangszeren játszunk. Van, aki vált is hangszer, pontosan azért, mert van az Orfeum dal, ott már egy kicsit a modernebb hangzást, ugye ebben, amikor játszódik maga ez a darab, ott már megszületik az elektromos gitár, úgyhogy nálunk megjelenik az elektromos gitár is, mint hangszer. Czerkovics Béla Csókos asszony című operettjét a Csiky Gergely Színház nagy színpadán mutatták be.
Zöld energia, ma még kitölthető a konzultáció. Balaton, a hétvégi jó idő sokakat vonzott a tóhoz. Csókos asszony, új bemutató a Csiky Gergely Színházban. Híreinket és videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, valamint YouTube csatornájára kattintva is. Ennyi fért hétfői híradónkba, ha tehetik, nézzenek bennünket legközelebb is, viszontlátásra!